Sziasztok! Biztos hallottatok róla, hogy Chris Bumstead, a hatszoros klasszik fizikolimpia bajnok hétfőn bejelentette, hogy indul a bő két hét múlva esedékes Prága Prone Openben. Hát ez egy akkora hír, hogy azóta is mindenki erről beszél a testépítés világában, ami nem is csoda, hiszen Sebum messze a legnépszerűbb testépítő, és egy jó ideje mindenki már azon filózott, hogy vajon mire menne az Openben. A verseny pedig már mindjárt itt is van, hiszen november 16 és 17 között rendezik meg. Sokan kérdezték, hogy ez milyen kaliberű verseny, hiszen a nagy kérdés most az, hogy kik lesznek Chris ellenfelei, vagyis hogy milyen szintű openesek lesznek ott még rajta kívül. Hát az elmondható, hogy nem arról van szó, hogy ilyen neve nincs testépítők ellen indul, hogy könnyen bezsemeljen egy győzelmet, hiszen a Prága Pro egy nagyon színvonalas versenysorozat, nagy nevek szoktak elindulni rajta. Ezt jól mutatja például az is, hogy a tavalyit épp az aktuális Mr. Olympia Samson Dauda nyerte meg, de például Krizó is kvalifikálta magát innen az olimpiára 2022-ben. Tehát azért van ekkora presztízs a Prága Pro-nak, mert Mr. Olympia kvalifikációs verseny. Ez nyilván azt is jelenti egyben, hogy ha Chris itt nyer, akkor jövőre indulhat Openben az olimpián, ami valami elképesztő jót tenne a sportnak nézettségben, hiszen a legnagyobb sztárról van szó. Na de azért ennyire ne szaladjunk még előre, először nézzük meg, kikkel is versenyez bő két hét múlva Chris. Hát messze a legnagyobb név rajta kívül Martin Fitzwater, aki a negyedik lett idén az olimpián, amivel sokakat meglepett. Martin legyőzte többek között Andrew Jagdet is, amire nem sokan számítottak. Martin valami iszonyat nagyot fejlődött, ez volt az első olimpiája, és rögtön a negyedik helyet szerezte meg. Gyakorlatilag nincs gyenge pontja, nagyon kiegyensúlyozott a fizikuma, így 6 év után ő lett az első, aki legyőzi Bumsteadet. A második legnagyobb név a versenyen az nem más, mint Sean Clarida, akit óriás ölőnek szoktak becézni, hiszen 152 cm-es, és ehhez képest a nála sokkal magasabbakat is képes legyőzni. Clarida 212 font alatti Mr. Olympia bajnok volt, ezt a címet kétszer is elnyerte, ráadásul nyert már több profi Open versenyt is, úgyhogy érdekes lesz őt látni pont a 185 cm magas Chris Bumstead mellett pózolni, de hát már maga Sebum jelenléte is egy teljesen szürreális élmény lesz itt az Openben. Egyébként félő, hogy Bumstead izomtömege nem lesz elég az Openbe és Martintól kikap, de hát elmondása szerint csak a szórakozás kedvéért vállalta be ezt a versenyt. Persze azért ott lesz a fejében, hogy kvalifikált az olimpiára Openben, de hát ez még a jövő zenéje. Indul továbbá a képen látható Marcelo de Angelis, azaz Horse MD is, aki szintén azért eléggé megnehezítheti Bumsteadék dolgát, úgyhogy ez így már egy nagyon durva felhozatal. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek hogyan alakul majd a verseny. És ha már szóba kerültek a versenyek, bár ez nem testépítés, hanem skander, de hétvégén érkezik november 2-án szombaton az East vs. West 15 skander gála, amelyen Devon Larratt megpróbál egy harmadik súlycsoportban is világbajnoki címet szerezni. Ellenfele Oleg Petrenko lesz, a félnehéz súlyú jobbkezes világbajnok, és ez egy 105 kg-os súlycsoport, ami azt jelenti, hogy kettővel van lejjebb a szupernehéz súlytól. Az Instára feltöltött képei alapján úgy tűnik, hogy nem lesz gond a fogyasztással, viszont azt nem tudni, hogy mennyit vesz ki ez az egész kidevonból, és hát minden erejére szüksége lesz, mert Petrenko egy nagyon erős versenyző, aki szinte mindenkit azonnal le tud nyomni, szóval nem szabad lebecsülni őt, még akkor sem, ha Devon ellen mérkőzik. A gálát mindenképp érdemes lesz nézni, már csak azért is, mert magyar sporttörténelmi pillanatokat élhetünk át rajta. A mérkőzések sorát ugyanis Iván Fi Brigi kezdi, így ő lesz az első magyar, aki bekerült az East vs. West gálára. Brigi ellenfele minden idők egyik legjobb női szkanderese, Irina Gladkaja lesz, a gálát pedig a Corsports weboldalán lehet majd nézni. Ezek voltak a híreink mára. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, illetve iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok!